A templombúcsún Szekeres Mihály atya emlékeztetett, hogy a tetteknek büntetése is van, a bűnöktől lehetett búcsúzni ezen a napon. Az ünnepi szentmisét Farkas László a Váci Egyházmegye lelkésze celebrálta. Felhívta a figyelmet, hogy a kommunizmus idején úgy beszéltek Szent Istvánról, mint aki erőszakkal erőltette le a magyarságra a vallást. Majd kitért arra, hogy az ős magyarok gondolkodásához és lelkéhez már ezt megelőzően is közel állt a kereszténység. Farkas László a misén a Szent István körüli tévhitekről is beszélt, és cáfolta azokat a feltételezéseket, hogy véreskezű, valamint kegyetlen király volt. Hozzátette, hogy államalapítónk mindig példásan élt, követte az evangélium tanításait, és ennek alapján nevelte fiát is, hiszen tudta, hogy a hatalom istené és szolgálnia kell. Bátor Pavel cserkészetnek az alapítója mondta, hogy élj úgy, hogy egy szent világot hagyj magad után, mint amiben születtél. Szent István király mert úgy élni, hogy egy szent világot hagyott magad után, mint amiben született. És nem csak azért van felelősség, hogy mi szépen éljünk, hanem a környezetünkért is. Szent István tudatában volt ennek a keresztény felelősségre, hogy nem elég az, hogy üdvözül vagy, hogy Krisztus útján jár, hanem a népét is el kell vezetni a Krisztushoz. Neki pásztornál kell válni. Szabó Zsolt polgármester beszédében rámutatott, hogy Szent István óta a történelem arra tanít bennünket, hogy lehet szerezni erővel, de nem lehet fenntartani erőszakkal. Szent István érdeme éppen az, hogy látta a teendőt és megtalálta a követendő módot. Az ő helyes meglátásának lényege az volt, Isten adja a népnek a küldetését, tehát a magyarságnak nekünk is. Kiemelte, hogy Szent István azóta is példaként szolgál mindenki számára, hiszen megteremtette a nemzet fennmaradásának feltételeit. A búcsú ünnepi körmenettel ért véget.